Hát akkor jó reggel, Vietnám srácok! Mindenhol jó, de legjobb otthon, ugye? Mire is számíthattunk Keepertől, mint egy 3 hónappal ezelőtt abba hagyott sorozatot úgy folytat, mintha mi se történt volna. Igazából már megszoktattuk tőle a hülyeséget, de azért van egy határ, amit úgy gondoltuk, hogy nem fog átlépni, hát ugye megtörtént a dolog. Képzeljétek, sikerült megtalálnom a mentését a gépemen ennek a játéknak, mert mielőtt ugye az Undead Legacy módot kipróbáltam, azelőtt szépen elpakoltam mindent, újra kellett telepítenem, olyan szinten szétkresseltettem az egész Seven Days to Die-ot, hogy le kellett gyalulni az egészet, de ez a mentés úgy látszik, hogy így valahogy működőképes állapotban túlélte a dolgokat, és elindítottam, és tök jó, és fut, úgy látszik, viszont megmondom őszintén, hogy szerintem veletek együtt fogalmam sincs, hogy mi a szart csináltunk az utolsó részben. És ez halál komolyan, nem tudom, mit csináltuk az utolsó. Próbáljunk meg rájönni egyelőre, várjál. Hát valami nagyon nagy fegyverkezésben voltunk, az biztos, mert ennyi lőszer a világon nincsen. Meg van egy csomó lootunk, úgyhogy valahol lehetünk is. Komolyan mondom, lehet, hogy vissza kellett volna néznem a legutolsó részt, mert azért vannak itt fennforgások. Na figyeljetek, igen. Ugye elvileg, ugye hol tartottunk? Fölépítettük ugye a garást. Itt van nekünk... Ezt nem tudom, hogy ide. Van nekünk lámpánk, van motorunk. Meg még ráállás, ugye fönt kiépítettük a védelmet, már itt az ilyen pengevédelmet, amire egyébként írtátok, azt tudom, hogy arra írtátok, hogy ez nem a legjobb gyerek, mert az a sokra nem mész. Először is szerintem pakoljuk ki a cuccainkat, nem? Kaja alapanyag, pia alapanyag, meg minden csuda jó dolog. Várjál, hogy kellett? Mi van? Ja, mert nincsen benne. Jó van, várjál. Így kellett? Kója mondom, hallod? Így be vagyok izéve, zuhanba, hogy... Na, így jó van, így kipakol mindent. Oké? Nincs itt még pia alapanyag. A kávé maga az ugye majd menni fog máshova, szóval ez nem ide fog menni, mert a magokat ezeket a kipőre viszi máshova. Jó, várjál már. Tényleg, úristen, ma megint ugyanott vagyunk, megint pakolgatjuk itt a gyógyszereket, meg minden csoda jó dolog, vagy nem baj, gyerekek. Egyébként szerintem van egy beállítás, nem úgy van, ahogy hagytam, mert az eléggé olyan recegős, nem? Mert recegő, remélem, hogy azért valamit élvezhető lesz. Na várjál, van itt murky water, meg kávé, meg minden szutyadék. Kávé, úr, Isten, baze, mit csináltál itt Keeper? Vízhegyeket, vízhegyeket. Tényleg, megmondom őszintén, gyerekek, most megsúgom, csak egy négyszem köz vagyok, hogy fogalmam sincs, hogy hol tartottunk, de azért megpróbáljuk minél hamarabb fölvenni a ritmust, és veretni neki, mint a Véres Egyházi, vagy hogyan szokta mondani? Ja, nem is én lennék, hogyha ilyen jelen lennék. Van fám. Jaj, de jó, de nézzetek. Ez tök jó, mi jó, hogy nem újra kezdtük, érted? Képes lettél volna arra is, hülye gyerek, mi? Mármint magamnak mondom, ne aggódjatok, nem nektek. Fegyverek. Van olyan fegyverek, ami nekünk nem kell. Fegyver, páncél, fegyver alkatrész. A gyerekek, figyeljetek, ugyanúgy, fölveszik a fodalat szerintem 2 perc alatt. Egyébként azt az írjátok meg, hogyha van kedve, hogy egyáltalán izé, ha várjál ma, hogy ezt fegyver alkatrésznek számít az izé, az a guló. Ezt oda szoktam rakni, gyerekek, mert már be vagyok keveredve. De mennyi lőszer? Hát mit csináltál, Keeper? Hát hülye vagy. Á, gyerekek, komolyan mondom, hallod? Szerintem így most kaptatok sokkot, hogy hülye vagy nem a... Ja, izé, 3 hónap után mit csináltál már megint? Jézus Isten, nem akarjuk. Vagy lehet, hogy akarjátok, de nem gondoltátok, hogy ezt biztos akartátok. Már ez olyan dolog, mint amikor elmész vásárolni, és akkor soha nem láttál valamit, de rájössz, hogy akarod. Hát ez körülbelül olyan volt szerintem, aki még akarta, azt se tudta előre, hogy biztos akarja, meg hogy ez lesz-e. Modifikációk ellen, fegyver és páncél modifikációt, ezt szerettük volna itt, mert abban van bőven. Van szerves hulladékom, ajj, egyéb kraftod van a izé? Jó, ezt egyelőre rakjuk ide, mert bele vagyunk keveredve. Az egyéb krafthoz még jön, ez, meg a papíres ide jön, a papír is ide jön, vas az van, meg ez is ide jön szerintem, meg a glue is ide jön. Osztakul már egész jó vagyunk, meg kéne nézni a növényzetet, hogy hogyan áll, itt van egy kis vasunk. Figyeljetek, nem is tudom, mi az, amit kellene csinálnunk, tényleg. De érdekes, hogy így 800-zal fut, így meg figyeld. Jaj, mint akadozna, nem? De tényleg, így meg... Inventory-ba miért akart?
Ez valami, lehet, valami anomália még lehet ebből a modból, ami lelátod? És komolyan mondom, hát ez őrület. Az egyéb crafthoz szoktuk rakni ezt az üzemanyagot, vagy hogyan? Hogyan, hova? Jó, és akkor mondhatni, hogy meg vagyunk, ugye? Ezt berakom ide a gyógyszerhő, mert azt hiszem, igen, itt volt. Hát azért emlékezünk mindenre. Az eladható cuccokhoz, meg a lóvé. Gyerekek lóvénk, az annyi van, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Jó van, oké. Kőbe van, izéink. Lehet, hogy valamit elcsesztem én a dologban. Kő. Betonunk az egy szál sincs, hallod? Betonunk az egy szál, kőjünk az van. Kajánk az... Hány, milyen kaja szinten vagyunk, vagy mi történt itt gyerekek? Mi folyik itt gyöngyösen? Ezt hol tudom megnézni, mert azt is felejtettem esküszöm. Itt kéne lennie, nem? Fúr. Jó van, akkor jól állunk. Hát komolyan mond. Na, nézzük meg a izét. Nézzük meg a kertünket. Ja, és akkor ki kéne találni célokat. Várjátok, hányadik napunk van? 40. 40. nap. 42. napon jönnek, ugye? Elve az osztató héttel. Ó, megnőtt a kukorica, ugye? Hű, gyerekek! Dika az! Van itt minden, mint a bucsúba. Várjátok, és izével kellene kiütnem. Azt a... egy kicsit vissza kell izélnem, vissza kell így rázódnom, hallod ebben. Jó. Oké. Tök jó! Úristen, hol kerültem? Kicsit olyan izé érzésem van, ilyen utépusztikus érzésem van, így a Farming Simulatorból így átkerültünk a Seven Days to Die világába. Hol tűntek a traktorjaim? Bele akarok, komolyan mondom, tabolni akarok, hogy beleugrok a traktorba, vagy valami ilyesmi. Hát ez nagyon jó. Na! És akkor mit akartunk ültetni? Hogy de megjettem ettől a szartól, hogy rohadjál meg! Ebben nincsen inventoriában? Ennek van inventoria, All systems go. How may I help? Hol van az inventory? Óra mennyi minden... Úgy látom, hogy izéltünk mi gyerekek, ugye? Így, de legalább tudtam, hogy erbetűvel kell fölvenni. Akkor gyerekek, mi van, utoljára úgy látom, hogy lootolni voltunk valahol. Mert benn van egy csomó, meg ráadásul jó dolgok is. Lehet, hogy a motor is tele van. Ó, te fiú, hát te mi történt itt, te ne? De viszont ezt el kellene ültetni. A kukoricát is le kéne szedni. Ilyen facecam nincsen, most ez ilyen annyira hirtelen felindulás volt, egyébként azt írjátok meg nyugodtan. Talán itt van mindenki, aki így a Seven Days to Die szereti, meg azt akarja nézni, mások meg annyira nem. Akkor, hogy legyen-e facecam, vagy nincs szüksége, komolyan, és ez tényleg, mert igazából nekem most hülyeség nem kerül semmibe, de tényleg bekapcsolom, hogyha úgy érzed, hogy az kell, hanem akkor nem. Jó, és leginkább egyébként azt nem értük el ebbe a játékba, megmondom őszintén, baromi gyorsan haladtunk. Szerintem tök jól állunk. Azért elég epikusan, de a nehezebb zombi oldalakat ugye így nem nagyon tudtuk kipróbálni, mert mind, mondhatni mind könnyű volt. Nem is tudom, egyszer haltuk meg az egész játék alatt, vagy valami ilyesmi volt. Na, concede, jó. Akkor ültessük, meg ugye csinálunk seedet is. Viszont a maradékot most már azt fogjuk csinálni, tudjátok, hogy ezt felhasználjuk. Elvisz, ne, nem, ki fogjuk vinni ugye a konyhába. Ugye arról beszéltünk. Még kellene, hány szit kellene? Még sok kellene, ugye. Nem olyan sok gyerekek, tök jó. És már lassan elérünk oda, ide miért nem akar rakni? Mert ott az a hülye. Jó, ebben a részben így próbáljuk összeszedni a gondolatainkat, és akkor jöhetnek a tippek arra is egyébként, hogy mi a túrót csinál? Figyelj, ezt a 118-et csináljunk belőle szídet, nem? Mert amúgy nem túl sokat fog csinálni, higgyétek el. 73-ból. Ja, mert így, ja, nem csak azt csinálja. Akkor csináljunk még egy 20-at. Oké, addig el tudjuk ültetni a krumplit. Falhagítót azt ide látjuk. Baltát. Baltazár. A baltán, ami van, az a Baltazár. Yeah. Ja, meg még a izet se csináltuk, meg a itt csomó minden, meg 4-es metró, meg ilyenek, ne vicceljél, mert lesznek itt még dolgok. Meg kell nézni az inventort. Ja, most akkor egy ilyen izés rész lesz szerintem, egy ilyen. Átgondoljuk a helyzetünket, hogy mégis mi legyen. Na, a krumpliból még csináljunk akkor.
ott a seat. Hát ide még kellene is megint egy 20 szerintem. Addig föl, le tudjuk rakni a kukoricát. Mert hogy még a 20 kevés is lesz. Ahogy nézi a keeper. Hú, hát ez a... Mondom valami, hogy így mindig rossz helyen van. Tudom egyébként föl lehet venni. Tudom, de írjátok el, rakd elő, rakd el, keeper, gondolom már írja valaki. Ja, ide még kell. 1, 2, 3, 4, 5. 5 körülbelül. Vagy 6. Nézzetek. Nem szült. Csinálunk egy 5-öt, ezt meglássuk, jó? Ott kéne esik az eső, ilyen nagyon fura hang van. Mint hogy fújna a szél. Itt se lesz elég, ide is kell 1-2-3. Krumpliból. És ugye erről beszéltünk egyébként már ugye a vége fele, hogy elérünk egy olyan stádiumot, akkor már nem kell azt csinálnunk, hogy az összeset felhasználjuk, hanem akkor a pluszot azt már... jaj, nem, még mindig kell ide. 1, 2, 3. Akkor a pluszot azt már tudjuk használni kajálásra. Meg tudjuk csinálni, tudod. Egy, kettő, három, ugye? Kész is. Meg a másik is elvileg pont 3 hiányzik. 1, 2, 3, tök jó. Nézzük meg a izébe, dobozba egyébként hogy van, lehet, hogy még volt is ám. De nem volt, jó. Ú, de mennyi kornunk van. Hallod? Ez nagyon durva, meg van egy csomó tökünk. Várjátok, ezeket most egyelőre ide berakom, aztán majd megnézzük kaját, mit tudunk csinálni. De egyébként növelhetném is a... 95 darab hús. Gyerekek, mi a szart csináltunk? Mit henteltünk mi, hallod? 95 darab húsom van, komolyan mondom. Jó. Meg ugye van izé, Iron Armor. Nem a izéket szedtük össze? Az airdroppokat? Az airdroppokat, meg a kincseket talán, nem? Lehet, hogy inkább az airdroppokat. Meg kell nézni a motorba is, ennyi erővel lehet, hogy van a motorba is. Ja, hát holnap az izé lesz, fordulnak. Ezt nem értem tényleg, hogy ilyen jól fut, és az inventoryban még miért fut ilyen szarul, látod? Így akad az egerem. Azt mondja, valaki írja meg, hogy valamit tudok ezzel csinálni. Na, jó, open-öljük. Ez valószínűleg az összes szarabb lesz mind az enyém, ugye? Szarabb, ugye ott írja. Hát a heavy armor az izé, az jobb, de... Hát nem a legjobbak, ezek mind szarok. Viszont ugye tök jókat érnek, úgyhogy ezeket el lehet adni majd. Mindjárt kinyitjuk a másikat is, az is azt hiszem Iron. Iron. Ez mi volt? Beakadt az a szar? Ja, hát ezeket meg ugye el kell adni a francba. Úgyhogy azzal meg az lesz. Hoppa, ott maradt a korn. Na mindegy, ezt berakjuk, mert ugye azért valószínűleg, hogy az már nem annyira kell. Meg a kávét, azt is itt ide rakom, meg akkor ezt is ide rakom, meg akkor a húst, azt meg a másikba. Gyerek, ilyen sok húst onnan az Atya Istenből szereztünk. Tényleg bazza, nem is emlékszek ezekre a dolgokra. Jó, a szerves kraftba mehet a bőr. Kicsit föl kell vennem, bocsa jövét, az egyéb kraftba. Meg kell néznem a motort is, mert lehet, hogy még van. Aztán akkor itt megint pakolgatom így a dolgokat, és akkor semmi értelme. Zsír a szelves kratba. Mondjuk a zsírt azt nem ide a szelves kratba szoktam, hanem azt hiszem, hogy a kajához, ugye? Aha. Mert ugye csomó kajához például kell zsír. Olom van, olomunk. Jó, ezt berakjuk a... Ezt tudom, hogy a motorhoz kell. De egyelőre ide rakjuk. Oké. Okay. Van kettő darab, izé, gyógyszer. Ez arról, hogy akad itt. Ez arról, hogy itt akad. Szelves crafthoz megint mehet egy izé. Ez, meg akkor a kőhöz mehet a cement, azt akkor úgy nagyjából jó vagyunk. Figyelj, rendet kell rakni mindig. Ezt nem tudom, ezt miért raktam ide. Mi a bazza?
Nyitott ládánál nem a legjobb ezt csinálni, hanem ezt így kell, fegyveralkatrészt meg így kell. Oké, srácok. Van lőszer bőven magunk, hogy látom. Oké, akkor meg kellene néznünk a motort, meg akkor tényleg el kell dönteni, hogy mit csináljunk, akkor nem erre. Jó, itt ezt is ugye fejleszthetném, mert azért nincsen 100%-os állapotban. Nem így kö. Nincs benne semmi, jó. Gyerekek, egy kicsit hentelhetnénk, nem? Annyira nagyon jó vagyunk szerintem ma. Ezen ma a hangtompító is, ugye? Ma. Várjátok, ez nincs felkapcsolva, nem tudok kimenni. De nem is baj, megyünk erre. Pici hentelés legyen. Aztán tényleg meg kellene dönteni. De mi van meg? Valami meg van jelölve, figyeld a mapon. Hogy mi a szar? Valami van jelölve? Merre van? Itt a arra. Erre valami van jelölve, de mi van jelölve? Van nekünk questünk föl? Itt valami meg van jelölve, de miért van megjelölve? És van nekünk egyetlen questünk fölvéve? Nincs questünk fölvéve. Nem questelni akartunk, gyerekek? Lehet, hogy questelni akartunk. Gyerekek, ott kint szerintem tampol a VR. Ez nem lehet, hogy questelni akartunk, most nagyon azon agyalok. Küldetéseket fölvenni. Na, nincsen valami ellenfél, azt élném. Ja, meg ugye fejleszteni kell erően bázist még ráadásul. Holnap izé hordanap. Hát ezek valószínűleg nem fognak minket megvédeni. Írtátok, hogy ezek nagyon nem túl tartósak. És hogyha esetleg védelemre írnátok valamit, akkor ennek örülnék. Jó lopakodás. Szangtompítós. Elvileg egy kicsit, fú, egy kicsit van kedvem így. Veretni. Egyébként oda fölőre lehetne csinálni, amit akartunk, azt a kilátót. És akkor onnan is lehetne lövöldözni. Hát attól félek egyébként, hogy ide. Ilyenbe ezekbe kellene nagyon sok lőszer, mert attól félek, hogy itt fognak lenne támadni, akkor meg nagy gond lesz, vagy esetleg még telepíteni kellene oda valamilyen védelmet alulra. Hát, ugye holnap már hordan a pelvileg, 42, hát az 6x7, 42, ugye? Úgyhogy akkor... Gyerekek! Izai, azt akartam mondani, hogy... nagyon régóta nem voltunk játék. Ó, éhesek vagyunk, Morena. De jó. Nincs ugye nem fél, most annyira lövöldözhetnék el van. Mert passz, nem is tudom, 3 hónapja nem öltük meg zombit. Sőt, most biztos jön egy medve, szétkap minket, mint a szarmi. Figyelj meg, hallod. Opa. Béla volt. Nem is tudom, van egy skill pontunk például osztható. Ja, a küldetéseket tök jó lenne csinálni egyébként. Skill pontot nézzük már, meg van-e osztható. Hol van az, hol vannak a skill pontok? Itt vannak. Nulla darab van. Akkor jó van, akkor ezt nem kell elosztani, gyerekek. Na jó van, figyeljetek. Kegyünk egyet. És akkor azt kellene csinálni. Nézzük meg, hogy milyen kaját tudunk csinálni, mert azt ugye egész végig ezen recektünk, hogy valami új kaját kellene csinálnunk. Valami jóval táplálóbb. Úgyhogy akkor rá kellene arra mennünk. Visszafutok. Egyébként a staminám miért ilyen rettenetesen gyorsan fogy. Ez ennyire gyorsan fogyott eddig is? Kicsit nekem olyan fura. Na, menjünk be. Nézzük meg akkor ezeket az új kajákat. Itt miért nincs világítás legkívül? Meg a teteje nincs beködve, ugye? Hiányzik 2 darab izé bekötés. A 2 felső az nem pörög. Jó, azt még meg kéne nézni. Míg van elkészülve kaján? Abszolút nincs elkészülve kaján. Na, akkor nézzük meg ezt. Viszont ez az akadás, ez nem értem, hogy csak ott akad. Nézzük. Megyünk magunkhoz. Azt hiszem zsír is kell hozzá, meg lehet, hogy a krumplira el kell menni. Nézzük meg, hogy krumpliból mit tudunk csinálni. Itt volt a receptje. Ez érdekel engem. Ez kell víz, krumpli, hús, és potátó. És a víz az azt hiszem, hogy van annyi, mint a sár. Jó, és akkor el kell menni potátóért, meg kornél. Meg akkor elhozhatjuk az összeset, mert igazából a...
már oda nem kell, érted? Oda nem kell, mert az mindenképpen annyit fog termelni, az már csak mindig pluszot termel. Akkor azt a kaját tudnám csinálni, megnézzük az többi kaját is, ne aggódjatok. De azt a kaját tudnám csinálni, és akkor azzal szerintem tök jól ellennék. Na, akkor az összes kor, meg az összes izé az mehet, mert ezeket biztos, hogy nem fogjuk elhasználni, ugye? Ez mi? Van volszírünk itt? Ó, hogy rohadj meg, hát ezt nem is néztem. Jó, a tököt meg ezeket ma hagyjuk, mert lehet, hogy ezeket még fogjuk itt használni. Na nézzük, várjál, hát megnézhetem itt is egyre a recepteket. Na nézzük, ez mi? Ez mi kell? Ez kell gomba. Na a gomba farmot ugye kellene csinálnom. Ez is biztos nagyon frankó. Ez mi az a kobol akármi? Ezek meg nincsenek megtanulva. Úgyhogy ez az, amit nagyon tudnék csinálni. Nézzük meg ennek a receptjeit, hát ha van olyan, amelyik... Igen, ezt tudom csinálni. Ebben mi... Ezek... Ja, hiába is nézem, mert nem tudom. Nézzük a korná. Ja, nincs. Ízét ezt tudnánk, de hát ez szerintem szar. Ezt kell csinálnunk, gyerekek. Ebből amennyit bírunk. Ebből amennyit bírunk, meg tudunk csinálni. És akkor lesz annyi kajánk, amennyi... amennyit nem szégyellünk. Vagyunk magunkhoz fát, tüzelőnek. És akkor, ameddig nem tudunk megtanulni más, akkor ezt a kaját csináljuk. Ugye krumplit gyártunk, kukoricát, krumplit termesztünk, kukoricát, húst azt ugye azért akasztunk le majd. Úgyhogy nem nagyon lesz itt gond. Figyeljetek, ez szerintem... nem, de nem, nem. Jó, nem tüzelem el azt. Azt akartam mondani, ezt eltüzelem, de nem. Na nézzük. Itt benne egyébként nincs semmi, ebbe. Hát ebben van egy csomó víz. Van, hogy kiszerep ezeket a vizeket, hát hogyha pont abból lesz kevés. És még itt ugye tudnál csinálni 50 hetet, akkor azzal, akkor dobjunk be neki egy kis fát. Jó. Ja, itt akar az egér. Látjátok meg a láng is, így meg egyből tök frankon fut. Nem bánom, de jó van. Rakjunk be neki még egy kis izét. Oké. Okay. És akkor nézzük, akkor tudunk csinálni ezt, ugye? Ez a legjobb szerintem. És akkor tudok csinálni 19 darabot. Mi a vége? Igen, a hús. A hús. Abból kellene 5. Aha. A hús a gyenge. A gyenge láncem. 18 percig csinálja, 12-ig raktam be. Akkor még rakjam be, gyerekek. Oké, így tökéletes. Ja, a húsunk nincs elég, az alapanyagokat ugye akkor ide felszórjuk. Tök jó, mert igazából amikor lesz húsunk, akkor tudunk csinálni. Kukorica és krumpli az van dögivel. Viszont a gomba farmot egyébként tök jó lenne megcsinálni. Úgyhogy lehet, hogy amíg ez legkészül, mindig lehet, hogy csinálom a gomba farmot. Ja, hát a vízünk az annyi van, mint a sár. Én most tudom, nem is tudom, hova rakjak annyi vizet. Ja, a gomba farmot lehet, hogy neki kellene állni. A gomba farm az ugye úgy működik, hogy csak sötétség kell neki, ha jól emlékszem. Nem, már nem kell neki fény, meg nem kell neki semmi. Meg igazából nem kell neki földse, hanem fölrakhatod akárhova. Úgyhogy az valószínű, hogy akkor el kéne vinni. Ilyen, ez meg akkor hadd följön le. Csak nem fog, de ez már nem fog tudni. Ebből meg már elkészült. Mit csinál? Fúr 50-et ad, és életet 25-öt, meg bassz, vizet is ad. Hát ez nagyon, ez jó. Ó, és ebből tényleg mondhatni végtelen tudunk majd csinálni. Ez nagyon, ez adja, gyerekek. Végre sikerélmény. Na, ki kellene ásni azt a vackot. Mármint azt a gombafarmot. Mennyi gombánk van egyébként? Gombaspórát kellene csinálni annyit, mint az állat, és akkor ugye vissza kellene termelni. Mert gombából, melyik is, amit érdemes? Itt van a gombánk. Bazza, ne edd meg! Ó, te fiú, hát nem akartam, hogy megedd. Júzoltuk, de jó, hogy nem ide, jó, hogy nem döglöttem bele, vagy nem tudom, bazza. Ennek biztos van valami ideje. Nem, nulla százalék, simán meg lehet enni. Rohadt életbe. Ja, ezt tudnánk csinálni, és, de viszont ez is muska, de szerintem ez lehet, hogy jobb, mint a másik. Nem? Ez nem kell kukorica. Aha, de viszont tudok ízni antibiotikumot belőle, meg ilyesmik, úgyhogy ez tök jó lenne. Jó. Hát ezt nem kellett volna bekapnom egyet, de mindegy. Adjunk neki, gyerekek.
csináljuk. És ez mindenképp olyan lesz, csak mint egy ilyen, ilyen elhagyatott pince rész. Ez a tipikus ilyen gomba farm lesz, hogy semmi extra. Tényleg olyan, mint hogyha egy pince lenne. Ezt el kéne raknom, el tudom rakni valahogy. Hogy rakjalak el? Goodbye then, for jó, now. Jó, nyugodjál meg. Miért nem odaverek neked egyet, akkor majd nyugfalankodsz majd. Na, a gyerekek, ezt egy kicsit kiássuk. Van 15 percünk, még megfőnek a kaják. Aztán lassan reggel is lesz. Reggel meg valószínűleg akkor küldetésezzük. Gyerekek, tök írjátok meg, jó? Bármi ötletektek van, hogy mit csináljunk, akkor írjátok meg, mert akkor ahhoz valamilyen szinten azért idomulni kellene. Bármi ötlet. Bármi, hogyha úgy gondolod, hogy hú, ez tök jó lenne, akkor nyugodtan, oké? Okay? Azért. 7 days to die azon! Te Mária! Milyen beteg. Én is meglepődtem rajtam, hogy ezt tolja az ember. Ja, egy ilyen kis odula lesz, mit tudom én, kicsit kitágasodik, csupasz falak. Lehet, hogy mondjuk ilyen izéket kellene, tudod, ilyen romos pince belső, vagy ilyen boltíves, de vannak azok a romos blokkok, abból tök jókat lehetne. Ez tök állat lenne. Na, az mondjuk nem lenne hülyeség. Akkor ki kéne itt eddig ásni, és akkor itt tovább menni arra. És akkor megcsinálnám a falakat, ilyen romosra, azokból a romos kövekből, ahol látszik ugye mögötte a kő. És akkor azokon lenne így mindenhol. Vagy csak barlang legyen? Nem tudom egyébként. Na jó, itt azért el kell kapogatni egy darabig, de mondjuk XP-t kapunk érte. Ugye szintet nem lépünk, ugye nem felénél vagyunk. Semmi probléma. Vagy pedig rendes ilyen izékű barlang legyen arra befele? Mondjuk az is jól néz neki, nem? Egy ilyen lyuk, vagy egy ilyen csőszerűség. És két oldalt meg lehetnének, azt a sima kőre lehet rakni azt a spórát, ugye, vagy bár, gyakorlatilag azt hiszem, az bármire lehet rakni. Kőre, meg ilyen falra, meg mindenhova. Lehetnének mondjuk ilyen ládaszerűek, olyan, mint a ládába lenne. Az is lenne rossz. Egy ilyen hosszú alagútszerű, mint ez, így, ilyen boltíves, és akkor két oldalán meg végig gombák. Mondjuk az sem jobb lenne, hatékonyabb lennék, mint hogyha így random helyekre, ilyen leomlott falrészekre akarnék ezért rakni, nem? Gombát. Akkor mindig keresgetném, hogy na, hol vagy gomba, így meg izé, így meg sorba lennének. Mert termesztem, nem egy random helyen vannak, nem? Mégiscsak az lenne jó, az néz neki jól. Akkor valószínűleg az lesz, ilyen boltíves végig. Ilyen tipikus pince. Az lenne jó, hogyha lejtene. Na nem, nem kell lejtés. Gyerekek, mit dolgoztunk mi ezen a Ilenkecon? Képzeljétek el, a világításon természetesen bejön a kukorica, de ez már nőtt. Nem. Azt hittem már nőtt, basszus. Azon gondolkozom, belpörgetek az időbe. Tiszta farming, hallod? Ez mindjárt aratás lesz, nem? Lol. Ilyen vír nem láttam még, de én komolyan. Na mindjárt meg kész a kajánk, tök jó. Ja, de hülye vagyok, ott alul van a kaja meg a piaszint. Komolyan mondom, olyat felejtettem. Annyira átáll az ember agya ízére a másik játékra, hogy még a kezelő szerveket is ott keresed. Neki az GTA-zni, utána mindenhol ki akarsz szállni minden járműből, hallod. Meg el akarod kötni a izéket a farmingba, az autókat, amik jönnek szembe. Na most, srácok. Ja, egy ilyen hosszú idő lesz. Hosszú csőszerű, akármicsoda lesz. És akkor itt fogunk. Mit csinálni? Itt fogunk gombát termeszteni. Elég sok gomba kell szerintem. Bár mondjuk a gomba, nem tudom, hogy az jobb-e. Azt írjátok meg, hogy az jobb-e az a fajta kaja, mint ez a kornos, ez a kukoricás, mert igazából a kukoricát meg ma töménytelen mennyiségét tudok termeszteni. Most, hogyha azért gombát kell termeszteni, hogy csak mondjuk az antibiotikum kedvéért, akkor meg nem annyira érdemes. Sokat. Mert mint, akkor minek sok? Akkor elég annyi, hogy legyen tisztő, aztán termeszgeted, aztán csinálsz autót. Nem kell antibiotikum érted naponta háromszor, mint a kaja. De nincs annyira nagy szükség rá.
Jó, vissza kéne menni. Egyébként olyan szépen ki van minden világról. De ezt nem értem, hogy ilyenkor miért kell zalakadni a dolog. De végül nézd a fáklyát is. Ilyenkor meg egyből vissza. Ledroppol szerintem egy ilyen 20 FPS-re, amikor megnyitom az inventort. Ha valaki tudja, akkor szóljon ma. Mert ez borító, tényleg. Így alig van szóval, olyan szóval. Ezt mondjuk ezt az alagutat is be lehetne fejezni, a garázs részt is be lehetne fejezni, ugye. Fölfele a pánik szoba nincs megcsinálva, mondjuk a pánik szobára fordítanám a legnagyobb időt, mert hát ez is izé, semmi, hallod? Na ugye, erre szükség lehet. Bár hogyha itt betörnek bazzony, akkor inkább fölbelül magam itt már nem. Na gyerekek, 7, és még van 11. Jó, hát akkor úgy látom, hogy itt megoldottuk. A kaja kérdés, úgy érzem, hogy megvan oldva 100%-ig. Na figyeljetek, én szerintem elbúcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Nézzük meg a fegyvereket, megnézem még a fegyvereket, azokat mindig olyan jó nézegetni. Itt van ez is, igen. Van ilyen, van, ez melyik? Robotic turret. Van kettő robotik túrát, van meg bazen. Ja, meg van a láncfűrészem. Hát azt találtuk az utolsó részben, baj. Hát az nagyon jó. Meg van az öklözőgépem is. Vannak itt azért csoda dolgok. Van gránátom. Úristen, mennyi cuccom van, gyerekek, hallod? Mi az a sok lőszer alkatrész, meg minden. Miket csinált itt a képet? Tök jó. Na, jó, elbúcsúzok tényleg. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Írjatok mindenképpen trükköt, vagy nem trükköt, hanem tippet, hogy mi az, amit szeretnétek látni itt az egész a folyamat. Na, Stoneban, ja, meg izé, azt hiszem, hogy a vassal voltunk hadilában, nem? Igen, mert nézd meg. Az Iron az mindenhol ki van fogyva. Ups, sorry, de egy darab üres üreg nincsen. Ironunk az nem nagyon van. Na, köszi szépen figyelmet. Mit is megnézem, nincsen valami? Abban biztos van egy kis... Nem, semmi nincs. Sehol semmi, mindenből kiszedtek, itt van 100 darab gló. Na és reggel is van, és akkor írjátok meg, léci, hogy mi az, amit szeretnétek látni ebben a sorozatban innentüle. Na, csácsumi, sziasztok!